izgalmas színházi formában beszél arról, ami egy ilyen 20. század második fele, 21. század eleji életérzés, hogy néha nem tudunk egy egységes történetről beszélni, hogy hogyan, ez mint hogyha ez az illúzió, ez megszűnne, és ehhez különböző aspektusok vannak, és ez mint hogyha nyilván korábban is volt ez a fajta érzés az embernek, hogy szubjektív, hogy egy történet hogyan alakul, akár egy párkapcsolat, házasság, szerelem. Ez nagyon ahány nézőpont, annyi fajta történet ez, és ebben van valami teljesen természetes és szép, és van valami kétségbejtő, hogy mi lehet ez a rendező elv, ami szerint kéne szemlélnünk a világot, mi alapján vannak törvényszerűségek, mi alapján lehetek elvárásaink egymás felé, hiszen különböző indítatások, szándékok és érzelmek vannak, és ezért ez darabokra hullik. És ez egyrészt nagyon szomorú, kétségbejtő, tragikus, másrészt pedig ettől jó élni, mert hogy ennyire bonyolult az élet. Igazából az ember mindig megkeresi egy kicsit, hogy a saját monológiaként tudjon mondani mindig minden helyzetben, minden szöveget. Természetesen a történet szövetén belül nyilván vannak olyan motivumok, ami az embernek az életével nem párhuzamos, vagy nem passzol teljesen, de mivel az ember maga az a mindenség maga, tehát az embernek ki kell tudnia bányászni a saját magából azokat a dolgokat, amivel úgy érzi, hogy nagyon önazonos tud lenni, főleg egy ilyen történetben, ami meg is adja erre a lehetőségeket, hogy ezeket a önazonos mondatokat az ember megtalálja benne. De a szerző maga is ugye úgy jelöli meg, hogy első nő, második nő, első férfi, második férfi, és ezt nem szögezi le pontosan, és átjárást hagy abban, illetve a képzeletnek és a szabadságnak egy nagy terét adja meg azzal, hogy bizonyos szövegeket mondhat az ember úgy, mintha tényleg mesélni a történetet, mondhatja úgy, hogy mintha ez vele történne meg, és mondhatja úgy, mintha éppen belebújna az egyik szereplő bőrébe, és akkor azt átéltem, megpróbálja elmondani. Tehát ez nem lehet tudni, hogy a szöveg pusztán, ha ugye annyiszor vagyunk úgy vele, hogy mesélünk egy történetet, és saját magunk is hatására alá kerülünk magának a történetnek, mert megrendítő, vagy komikus, vagy ilyen, vagy olyan. És ez a szabadság, ez benne van ebben az egész történetben szerintem nagyon erősen. Ültek, és bámulták a csillagokat. Csillagos éjszaka. És akkor hirtelen Dani valamit megérzett. Valami különlegeset. Valami magasztosat. Hirtelen nagyon-nagyon jó érzés kerítette hatalmába. Attól, hogy ott ült a szeretett nő mellett, és a csillagokat nézte. És akkor hirtelen úgy döntött, hogy elmeséli Szandrának azt a gyermekkori esetét, amikor meglátta a földön kívüli űrhajót. És Dani elmesélte Szandrának azt a történetet, hogy hogyan látta meg a ragyogó űrhajót és az ezüstfényt, ami ebből a hajóból sugárzott, sőt még azt is, hogyan döntötte el, hogy többé, soha, senkinek nem fog hazudni. A játékmód, a monológok egyben, az gyakorlatilag minden darabban előfordult, tehát létező történet. Az, hogy ezeket a monológokat hogy tesszük össze, és hogy a monológokban az egymás közti viszonyokat hogy tudjuk létrehozni és megteremteni. Hogy gyakorlatilag ugye ezek kifele történetek, de mégis a kollégával, illetve a házastársal és azon baráttal hogyan szólaltatod meg ezeket a történeteket. Ez volt benne a kihívás és a nehéz és a kíváncsiság és a játék. Átlagosnak tűnő ember, akiről kiderül, hogy ezért rengeteg lelki bugyra és rengeteg titka van, de úgy, hogy ezekről ő maga se tud, illetve azokról a titkokról, amikről meg
tud, azokat nem nagyon meri megosztani másokkal. Tehát ugye elhangzik a történetben, hogy ez az ember életében nem hazudott. Hát mutass nekem egy embert, aki életében nem hazudott. Azért az egy jézusi kihívás. Ez, hogy úgy végigélni 82 évet, nem 8 éves korától 82-ig, tehát akkor az ki lehet számolni mennyi, hogy ez alatt az idő alatt ő úgy döntött, hogy nem hazudott. És a darabban az derül ki, hogy ezt végig is csinálta. Tehát tényleg nem hazudott. Beszélni szeretnék veled, Margaret. Ez nagyon fontos. Hiszen mi már régóta nem beszélgettünk fontos dolgokról. Nem igaz? Szerintem mi egyáltalán sohasem beszélgetünk arról, ami fontos. Veled, Margaret. Margaretnak kiváló. Valóban, ez vicces, Benet Albert. Majd fogja. Azt akarom neked mondani, Margaret. Úgy alakult, hogy beleszerettem egy másik. Elég izgalmas a szövődmények ide-oda. Hát Margaretban is benne vannak ugyanígy ezek a kis finomságok, az átkukkantások egymás férjére, vagy feleség a férre, vagy a férje feleségre. Ezek ugye megtörténnek, hát furcsa egy kis történet. De azt hiszem olyan módon nem, hogy ez az életünkben vannak ilyen elfojtott kis titkok, kis bugyrok az emberben, amiket úgy nem beszélünk ki, azt csak úgy elhesegetjük. Tehát a darabban is azt mondja, eszembe jut, hogy tetszett, de ennél nem több. Tehát, hogy tetszett, de nem gondol bele az ember. És ezen úgy túlmegy, aztán ha egyszer csak úgy belegondolna, lehet, hogy másképp alakulna az élet. A darabban is elhangzik, ennek a nőnek kiváló humorérzéke van. Hát igen. Én úgy gondolom, és úgy is érzem, hogy ő egy olyan társ, aki végig szerelemmel, szeretettel van a férje iránt, meg az egész családjával kapcsolatban. Tehát ő szerintem egy nagyon érzékeny valaki, aki minden rezdülés, minden finomságot észrevesz az életből. De bizony az életében egy olyan dolog történik az utolsó éveiben, amire még ő sem gondolt, és erre már neki sem volt humorérzéke. Darabnak, hogyha van valami fontos üzenete, az talán az egyik üzenete az lehet, hogy képesek legyünk fölemelni a fejünket és egymás szemébe nézni, hogy amit mi érzünk, az valóban úgy van-e, és az viszonzásra lel-e, illetve abban az életben, amiben lubickolunk, vagy éppen senyvedünk, hogy abban van-e reménysugár arra, hogy mi megértjük egymást, hogy mi képesek vagyunk-e erőfeszítést tenni a másik megértésére és a saját szeretetem kimutatására. Szóval azért az nagyon fontos, hogy erre az emberek fölkapják a fejüket, hogy Úristen, hogy élek én? Az életünket ne mások értékrendje szerint kezdjük el élni, hanem a saját értékrendünk szerint. Szerintem ez nagyon fontos. És ez a történet, amit a négy ember elmond,
ez nagyon hangsúlyosan kihallatszik ebből, szerintem.